A két csapat a meccs előtt hasonló mutatóval állt a tabellán, ettől függetlenül a hazaiak voltak az esélyesebbek. Az első negyedet 5 ponttal nyerték a cápák, a második 10 percben pedig újabb 17 pontot tett hozzá előnyéhez a Nyíregyháza. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, miközben Meri Mekmedovics valamennyi játékosát pályára küldte. Végül 100 pont fölött dobva, kiütéssel nyerte sorozatban 6. mérkőzését a Blue Sharks. Nagyon készülünk erre meccsre. Ezt a meccs valahogy, ezt a győzelemet elhagyjuk, ezt alsó rész, az, amikor decemberben voltunk utolsó helyen, most végre elbúcsúztunk ettől a veszélytől, hogy ott kell játszani. Más dolog ez, hogy igenis fáradtak vagyunk munkától, mert mikor készülünk, nem készülünk csak egy meccsre. Például a következő 4 meccs nagyon kemény, és most kell fizikailag bírni ezt. Ebből 4 meccsből játszunk a jobb ellenfélek ellen, és valahogy az is kell abszolválni. Nem tudom, hogy lesz, de minden 4 meccsen kell jól játszani. Ha megmutattunk, hogy mi is egy komoly csapat vagyunk, rájátszásnak való. Most nehéz ez játszani, itt lesz egy Supermovc, menjünk Supervásáshoz, Super Újpesthoz. Készülünk, de most sokkal könnyebb. Mert megoldottunk ezt a problémát, hogy a bajnokság kezdete, kikoptunk ezt a meccset, ami nem szabad kikopni Salgótarjántól, vagy mit tudom én kivel, még kaszások és dönéseket, mindenek kell hozni. Hoztunk, jó állapotba tettünk a csapat. Mindenki játszott, örülök neki, hogy mindenki játszott, mindenki kapta ez, ami kell. Egy kicsit fejbe fáradtak vagyunk, ezzel láttam 2 nap szabad. És a kettől, mert vasárnap játszunk, következő meccs, kettől teljes gázzal újra készülünk. A vendégek edzője szerint csak 10 percig tudták tartani a lépést a hazaiakkal. Az mindenféleképpen nehezítette a dolgunkat, hogy 3 hete nem volt értelmes meccsünk, mert a TF elleni múlt heti mérkőzésünket nem lehet értelmesnek nevezni. Úgyhogy ez talán picit látszott is, hogy teljesen ritmustalanul játszottunk az egész mérkőzésen. Természetesen nem így készülünk, hogy a Nyíregyházzal azért jövünk, hogy ennyi ilyen nagy különbséget kikapjunk, de megérdemelten kaptunk ilyen nagy különbséggel. Az első negyedben azt gondolom még viszonylag mutattunk életjeleket, utána viszont néma csönd volt az egész mérkőzés, tehát megadtuk magunkat és csak utaztunk a történésekkel, tehát semmiféle kezdeményezőkészség nem volt a csapatomban, úgyhogy ennek nem lehetett más a vége. Geiger Bálint 16 percet játszva 9 gólpasszt osztott ki társainak. Szerintem mindenki kirakta szívét, lelkét a pályára, küzdöttünk, egymásért küzdöttünk, jó volt a ritmus, kemények voltunk védekezésben, ez is mutatja a 60-65 pontot, amit kaptunk. Megdobtuk a 100-at is, jó volt a támadójáték, úgyhogy szerintem minden egybe volt, most megyünk tovább, dolgozunk tovább. A forduló további eredményei a következők: Fót Deac U23 107-77, TF Budapest BKG Prima Akadémia 73-89, Salgótarján PVSK 87-94, Újbuda Mavc Cegléd 102-88, Jászberény Óbudai Kaszások 87-69 és Budafok Vasas Akadémia 69-76. A tabella élén az Újbuda Mavc áll 17 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Pécset. A 8-11-jel 7. Nyíregyháza vasárnap a 4. BKG Prima Akadémiához látogat.